Tegnapi nap lezárult a pályá, lezárultak az EGÁNED alapítvány alatt meghirdetett aktuális pályázatok. A mezőgazdaság keretében meghirdetett pályázat és a földprivatizációs pályázatunk. Jelenleg azt tudom megmondani, hogy összesen 1761 pályázatunk érkezett be mezőgazdaság kategóriában elektronikusan a rendszerünkbe, amelyek közül a tegnapi nap folyamán 5 óráig délután 1430-at vettünk át papír alapon. Azt is meg kell mondani, hogy a pályázónak lehetőségük volt határidő lejártáig kérvényezni azt, hogy még be tudják adni a pályázatukat, mert mindenki tudja, hogy időpont foglalással dolgozik az iroda, és nagyon le voltunk terhelve. És vannak olyan emberek, akiknek nem sikerült beadni a pályázatot amiatt, mert már nem volt sehol sem szabad időpont. Viszont kérvény alapján engedélyezhetik nekik azt, hogy határidőn túl is be tudják adni a pályázatukat. A földpályázat még feldolgozás alatt tart, nagy mennyiségű pályázatokra számítunk most is. Biztosan, hogy több lesz, mint 1000, és talán még pár ezer pályázatról is beszélhetünk. Mindenki tudja, hogy tavasszal volt még egy pályáztatási körünk, ez vállalkozásfejlesztés kategóriában volt meghirdetve a pályázat is turizmus kategóriában. Jelenleg feldolgozás alatt állnak még a pályázatok. Reményeink szerint ősz elején meghirdetésre kerülnek az eredmények, és szerződéskötésre számíthatunk ősszel. Körülbelül a 30% a pályázóknak, ez azok, akik már régebben is részesültek támogatásban, és tovább folytassák a projektüket, a maradék pedig ez teljesen új pályázók. De viszont ezek közül is vannak olyanok, akik vállalkozás keretében, vagy pedig farmergazdaság keretében már pályáztak, most pedig egyéni vállalkozóként szeretnék tovább folytatni, vagy pedig fordítva, ebben is van egy ilyen 10-20% pályázó, aki így szeretné tovább folytatni a pályáztatást. Átlagban több mint 90% az, aki nyerni szokott, és 10% körül az, aki nem. Ugye ez attól is függ, hogy milyen kerettel rendelkezünk, és átlagban a döntéshozatalnál sokat a több pozitív pályázat van, mint az a keret, ami nekünk van, meg van adva, és ezért vannak olyan pályázatok, amikor támogatás finanszírozása feltétel lesz. Az azt jelenti, hogy abban az esetben, ha marad valamilyen finanszírozási keret, akkor részesülnek támogatásban, ha nem, akkor sajnos nem tudjuk őket kifizetni. Ezért vannak ilyen kategóriák is, de egy átlagban megmutatom, első években ezt teljesen 98%-ról beszélhettünk. Mostani utolsó körökben egy kicsit kevesebb, alacsonyabb szintre esett, de nem kevesebb, mint 90% a támogatsága. Tudni kell azt is, hogy a pályázók átlagban mindent az utolsó napokra hagynak, sajnos, és emiatt nagyon le volt terhelve az iroda. Korábban nem ügyfélfogadásra foglalkozott az iroda, ezért a pályázók csak bejöttek, kérte, hogy is valamilyen szinten be volt ütemezve az időpont, de nem úgy volt, hogy online kellett foglalni, ezért telefonáltak és nekik adtak időpontot. Hogyha még a pályázat lejárási határidejük telefonáltak a pályázók, rögtön kaptak időpontot. Most, mivel nincsen döntés arról, hogy meg van hosszabbítva a pályázat beadása, ezért kérvényezni kell, és hogyha az alapítvány kuratóriuma, valamint Magyarországon úgy döntenek, hogy elfogadják a kérvényt és engedélyt adnak a pályázat leadására, akkor át tudjuk venni, mert ugye ebben a körben a pályázat beadása nincsen meg hosszabbítva, korábban pedig meg voltak hosszabbítva. Mindenkit arra kérek, hogy figyelmesen olvassa el a kiírást, mert látható az, hogy a pályázók 80%-a egyáltalán nem olvassa el a kiírást, és sajnos nem ismeri a feltételeket. Pályázati kiírásunk nagyon pontos, és tartalmazza azokat a pontokat, amire felfigyelnek, mint a pályázat átvételékor, hogy formailag megfelelő legyen a pályázat, mint pedig az értékelésnél. És le is van írva az, hogy mit kell, hogy tartalmazzon egy árajánlat, egy bérleti szerződés, mikor kell, hogy hivatalosan legyen megkötve, mikor elegendő az, hogy csak két fél között legyen alátámasztva. Ugyanúgy, hogy bele van írva az is, hogy a bérleti szerződéshez alá kell támasztani a tulajdoni lapot is, ami átlagban nem szokott meglenni. Mert a pályázók hiába felhívja az iroda arra nekik a figyelmet, hogy kell, hogy kapcsolnak tulajdoni lapot, mégsem kapcsolnak tulajdoni lapot, és azon állnak, hogy ők itt szeretnék átadni a pályázatot. És utána pedig problémák vannak abban, hogy miért nem is nyert a pályázatok. Ezért mindenkit arra kérek, hogy elsősorban olvassa el a kiírást, és hogyha kérdései vannak, akkor nem a pályázatírókhoz kell először fordulni, hanem az irodai munkatársoktól, és tőlük megkérdezni azt, hogy vannak ilyen kérdések, amiket pontosabban nem értek, ezért kérem, igazítsanak el, vagy akár egy e-mailt írni. Az iroda munkatársaitól senki jobban nem ismeri a pályázati kiírás. A pályázatírók sokszor nem figyelnek fel azokra a módosításokra, amelyeket át szoktunk vezetni egy
minden körből újra és újra. Ezért mindenkit arra kérek, hogy olvasson, tájékozódjon, és esetleg, ha kérdések vannak, akkor forduljon az irodához, mi szívesen segítünk mindenkinek. Még egy